Na, sziasztok! Akkor a mai videóban, hogy más babot fogunk csinálni, úgyis főzős videó már úgyis régen volt, ugye, van hozzá egy konzervbab, és kukorica, szalonna, ebből van több is, és lila hagyma, és fokhagyma. Itt vannak a hozzávalók, ebből fogjuk csinálni, ja, és a most a legfontosabb a palacsintasütő, ezzel lehet megcsinálni. És hát akkor mindjárt is kezdjük. Első lépésként mondjuk fel kell darabolni a szalonnát, meg a hagymát. A szalonnát már sikerült feltalagolni, most akkor jöhet a hagyma. És akkor a hagyma fel lett szeletelve, akkor ideje kinyitni a konzerveket is. Az egyiket már kinyitottam közben, csak elfelejtem a kamerába kapcsolni, de te ennek volt nyitója, hát ennek a babkonzervnek meg nincsen, de erre való a konzervnyitó. És ennyi. Konzerv kinyitva. És akkor mindjárt elkezdjük a kosiálni. És akkor kezdjük is el. Először a szalonnát föl kell rakni, és miután már elkezd kisülni a zsírja, mehet rá a hagyma. Később pedig majd a bab. Na, közben már kezd a hagyma jól lenni, vagy hát a szalonna jól lenni, mehet rá a hagyma. Elegyengedtük, de amint megkérül a hagyma, már lehet borítani a kukoricát meg a babot is rá. Szerintem nagyjából már jó is lesz. Lehet a bab. Aztán jöhet a kukorica. A babkonzervet rá lehet zúdítani levestől. Adunk hozzá egy kis sót. És néhány perc is készen lesz. Ó, de jó, ott egy kicsit mellé ment, nem baj, majd lehet takarítani a tűzhelyet. Amúgy is kellett volna. Na úgyis ráfér egy takarítás a tűzhelyre, hát most már. És akkor még néhány percig hagyni kell, hogy hadd sírjön. Kicsit visszáveszünk a lángon. Ott is teljen annyira. Hát akkor elkészült a nagy bű. Mindjárt meg is kóstoljuk. És akkor készen is van. És jó is lett. Na, azért ez csak itt van. Úgyhogy lesz a, ez az igazi Buzzfeldzel féle hagymásbab. Úgyhogy nyit. És hamar elkészíthető, és nagyon finom kaja. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Sziasztok!